Mik csókolóznak többet? Tavaszi probléma. Következőképpen állítottam fel a körkérdést. Eldöntendő, vajon igaz-e a pessimista gondolkodók amaz állítása, hogy a nő általában elkörstelenebb a férfinál, hűsége ingadozóbb, vágyai szabadosabbak, szerelme megbízhatatlanabb. A spekulatív karakterológia meggyőző választ nem tud adni e kérdésre. A gyakorlati filozófia legmodernebb kútforrása a statisztika gyújthatna csak világosságot. Feleljenek hát végre nyíltan és őszintén a tapasztalás és elmélkedés nagymesterei. Mit gondolnak? Kik csókolóznak többet általában? Szerelmi csókról van szó a férfiak vagy a nők? A válaszok homlok egyenest ellenkező véleményekről tanúskodtak. A legtöbb válasz adatok hiányán részletesen kifejtett érvekkel támogatta feltevését, mely szerint egyik esetben feltétlenül a nők csókolóznak többet, ezt rendesen férfiak írták, vagy pedig másik esetben bizony, hogy nem a nők, hanem a férfiak csókolóznak többet, ez többnyire a nők nézete a dologról. A papírhiányra való tekintettel csak két egymással elleneredményre jutó elmélkedést közlöke tárgyban mindkettő figyelmet érdemel, érvelésének, logikájának meggyőző szabatosságánál és az elfoglalatlan tárgyalagosságra való törekvésénél fogva. Az egyik válasz Strindberger aláírással így hangzik. Nem is kérdés. Statisztikára hál' Istennek semmi szükség, a női jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a nő a férfinál hűtlenebb és csapadárabb. Következik ez először a nők általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a nők mai társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a manőjének körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva a nő természettől fogva közelebb áll a csak testi életet élő állathoz, és így a férfinál jelentékenyen kisebb mértékben gátolják cselekvéseit olyan motivumok, melyek speciálisan emberi produktumai az idegrendszernek, mint hűség, jog, tulajdon, önfegyelem, belátás társadalmi helyzeténél fogva pedig a nő szemben a sokféle és sok felé irányuló tevékenységű férfival majdnem kizáróan, de legalábbis túlnyomó részben speciálisan a szerelmi tevékenységre van utalva, mint hitves, mint szerető. A nő életének és megélhetésének egyetlen lehetősége a szerelem. Természetes hát, hogy minden törekvése a szerelem felé irányítatván, szükségképpen a szerelemhez való érzék nagyobb mértékben és intenzívebben fejlődik ki benne, mint a férfiban. És így a szerelem összetevői, köztük a legfőbb, a szerelmi vágy is nagyobb erővel jelentkezik a nőben, és ennél fogva több módot és alkalmat keres és talál e vágyak kielégítésére. Nyilvánvaló tehát. Kód era demonstrandum, hogy a nők többet csókolóznak általában, mint a férfiak. A másik válasz ellen és mellett ki aláírással. Nem is kérdés, statisztikára, hál' Istennek semmi szükség. A férfi jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a férfi a nőnél hűtlenebb és szabadabban éli szerelmét. Következik ez először a férfiak általános lelki tanából, másodszor pedig a férfi társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a mai férfi körvonalai jelentkeznek fizikai és pszichikai adottságánál fogva, a férfi, mint természettől fogva a szerelemben támadó fél, nincs kitéve a magátló körülménynek, mely a nőt arra kényszeríti, hogy megvárja a másik kezdeményezését, és így választása csak azoknak az egész férfi nemhez képest elenyészően kicsi csoportjából lehet, akik speciálisan őt választották, míg a férfi választási lehetősége az egész női nemre kiterjed. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a férfi szemben a nővel mindenféle eszköznek birtokában van, amik számára a nő szerelmét megszerezhetik. Pénz, állás, pozíció hiszen a nőnek semmi egyeme nem lévén szerelménél, csak egyszer s egy férfinak adhatja oda, míg a férfi a fent nevezett eszközök folytonos és nem csappanó birtokában újra és újra megszerezheti magának egy újabb, sem megint újabb nő szerelmét. Mindebből, de főként a nőnek, mint anyának való lekötöttségénél fogva nyilvánvalóan következik, quod erat demonstrandum, hogy a férfiak Általában többet csókolóznak, mint a nők. A válaszok lelkismeretes tanulmányozása után letettem az egész papírcsomót, és két percig gondolkodtam. E gondolkodás eredménye gyanánt engedtessék meg nekem, hogy szerényen én is hozzászóljak a nevezetes kérdéshez. Szerény nézetem szerint a férfiak és a nők Egészen bizonyosan egyformán sokat csókolóznak, miután minden csókolózáshoz egy férfi kell, meg egy nő.